Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Ő az egy ilyen kiszuperált gázpalack, egész jó hangja van. Ezek a toalettek, nem túl fényesek, de itt legalább vannak. Sok iskolában hallottam, főleg vidéken, hogy az is baj, hogy nincs WC az iskolában. Tehát a lányok, ahogy elérik a sertülőkor, többet nem mennek iskolában. Minden tanterem sarkában volt egy ilyen nagy műanyag vödör vízzel, tehát ennyit tudtak nyújtani a tanári asztal. Régóta mondogatták egyébként, hogy kérdeztem, hogy mit hagyzunk, mit kérünk, tanári asztalt, szekrényt, felszerelést. Most már értem, hogy miért. Ez pedig régen, 2011-ben, mikor ott hagytam őket, ez volt a komputer szoba. Nagyon picike szoba, már előre kialakították. A komputer nem volt benne, azt végül sikerült összegyűjtenem neki komputer, de a pucs miatt nem ért oda a szállítvány külföldről. Tehát sose kaptak más komputert, mint egyet, ami a miénk volt, régit ott hagytuk neki. Ez a szoba ma így néz ki. Kénytelenek voltak ugye az első osztálynak átadni, és ma ebbe közel 30 gyerek. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, 2 méter x 2 méteres szoba. Nem volt éppen akkor csákány osztályunk az alját, egyébként a szomszédokban jártak lakni. Itt körülbelül egy olyan 10-15 ember lakott abban az udvarban, és ugye a számunk az folyamatosan dőlt, mert ott például a nagymama vállalta be az unokákat a vidéki gyerekektől, akik ugye, ahogy ők mondták, kint laktak a bozótba. A másik jellemző dolog, ami a Nyomor negyedben volt, hogy gyerek, 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 lép, gyerek. Tehát lépni nem lehetett tőlük, ott csiviteltek, futkostak állandóan körülöttünk. Úgy mentünk minden családhoz, hogy itthon végig gondoltuk, hogy mégis mik azok a kérdések, amiket felteszünk. És azoknak az eredménye tulajdonképpen a gyerekeknek ez a kis, rövid kis leírásában a kérdésekre adott válaszok ott szerepelnek.